Ha Deren Aronofsky rendez, az mindig kuriózumnak számít a filmrajongók berkeiben. Noha a tehetségéhez kétség sem fér, kár tagadni, hogy igen megosztó figurának számít, elég csak a legutóbbi művére az anyámra gondolni. Előtte a Noéval sem maradott osztatlan sikert, egy egészen a 2010-es fekete hattyúig kell visszamennünk, olyan alkotást keresünk, melyet a szakma és a nézők is egyöntetően szerettek. Most a bálnával bizonyíthatta, hogy még mindig tud meglepetést okozni, ám a film adóászályzásában nem ő, hanem a második virágzását élő főszereplő, Brandon Fraser. A színész reneszánszától hangos a sajtó, de vajon tud -e egy látványos alakításnál többet a Renovsky újdonsága? Charlie aggasztó mértékben el van hízva, járókeret nélkül képtelen felállni, így ki sem tud mozdulni otthonából. Tanárként online kurzusokat tart, de egészségi állapot egyre romlik, ami miatt minden erejével azonban, hogy rendbe hozza a kapcsolatát lányával, Elivel, mielőtt túl késő lenne. Előzetesen egy erőteljes emberi drámára lehetett számítani, ahol főként az apalánya kapcsolatra fókuszálnak, hogy aztán a végén eltörőn a mécses és vele együtt bennünk is valami. Eronovszkitól a nyomasztás sem áll messze, a bőr alá kúszó atmoszféra is adta volna magát egy ilyesfajta kamaradarabnál hogy ebből mi valósult meg, most nem túl sok, ez persze nem hiba, amennyiben sikerül érdemi konfliktussal, mondandóval és mélységgel megtölteni a képsorokat, ám hazudnék, ha azt állítanám, hogy a rendezőnek mindez maradéktalanul összejött. Említettem, hogy kamaradrámáról van szó, nem véletlenül. A bálna lényegében egyetlen helyszínen játszódik, amiben nincs semmi meglepő a központi figurát tekintve, plusz egy színházi adaptációról beszélünk. Ezek nem minden esetben sülnek el jól, de például az apánál maximálisan működött. Hasonló kreativitású és húsba vágó érményt szerettem volna is, de egy kicsit ássunk bele, hogy ez miért nem sikerült. A cselekmény Charlie néhány napját öleli fel, ahogy a súlyosbodó egészségügyi problémák miatt próbál a lehető legtöbb időt tölteni a lányával. Igen, ám, de Eli gyűlöli nem csak az apját, az egész világot, iszonyú düforrong benne egy múltbéli sérelem miatt. Charlie mégis látja benne a jóságot, az őszinteséget, és hogy miért van szükségük egymásra. A féle feloldozás sztoria kettejük kapcsolat, amely tele van érzelmekkel, de a sebek túl ahhoz, hogy pár nap alatt beforjanak. A főhőst egyúttal személyes tragédia is kínozza, emiatt hagyta el úgy a testét, kvázi evéssel kitöltve a benne tátógó űrt. Egyetlen barátja az ápolója Liz, aki mindent megtesz a megcsömörlött, kórházi ellátást megtagadó férfinak, még a végtelen étvágyához is asszisztál. A történet fogaskerekének negyedik eleme egy hittérítő fiú azzal a küldetéssel, hogy megadja a revelációt Csárlinak. Ennyiből leszűrhető, hogy hiába játszódik egy helyszínen kevés szereplővel a sztori, csepet sem unalmas vagy eseménytelen, sőt talán túl sok szálat is mozgatnak egyszerre. A mellékalakok érdekesek, megvan a maguk kis története és mintha egy láthatatlan kapocs összefonná őket. Egyikük sem csak jó vagy rossz, mindenkinek van csontváza a szekrényében, és a megváltást keresik a múlt hibáiból okulva. A gondot bújik meg, hogy mi külön-külön ezek érdekes mellékvágányok, egyben nem feltétlenül érződnek koherensnek, inkább elveszik a fókuszt a lényegről. Rengeteg apróság húzódik meg a háttérben. Olyan dolgok, melyek mögé bele lehet látni egy üzenetet, és ez nagyon is jó húzás, mégis olyan érzésem volt, hogy Aronofsky csak azért dobál bele ennyi mindent, hogy kompenzálja a műve hiányosságait. Jobb döntés lett volna, ha a komplet film Charlie és Ellie kapcsolatára fókuszál, szívesen néztem volna még a cívódásaikat, a közös tanulást, és kevésbé érezném ellentmondásosnak a férfi hirtelen jött apai ösztönét, ami valahol persze érthető, mégis szét lehet szedni a logikáját. A leginkább zavaró dolog azonban, hogy bármennyire is próbálkozik, nem tudott bevonni érzelmileg a film. Agottam Charlie Charlieért, meg volt az empátia, és a árás katartikusnak szánt jelenete valóban szép, de Aronofsky görcsösen törekszik arra, hogy érzelmeket váltson ki. Emiatt a mű központi üzenetéül szolgáló őszinteség hamiskásnak érződik, és csak a gics marad. A színészek egytől egyik remekelnek, Ty Simpkins a szemünk láttára nőtt fel és jól áll neki, Hong Chau talán a film legkedvelhetőbb figurája és széli szink is bizonyítja, hogy a Stranger Things-en kívül is remek színésznő. A lényeg persze Brandon Fraser, és tény, hogy egy ilyen maszkban játszani önmagában is bravúr, de amit leművel, az tényleg fantasztikus. Akár ő, akár Colin Farrell, netán Austin Butler nyelik az Oscárt, a szobor jó helyen lesz. Ha már az Oscárnál tartunk, a Válna három jelölése mind megérdemelt, de nem csoda, hogy nincs ott sem a legjobb film, sem a legjobb forgatókönyv kategóriákban. Nem azért, mert rossz, sőt teljesen megértem, ha valakit megérint lelkileg, és a végeredmény egy teljesen korrekt darab, de nálam sajnos előjött az Aronofsky gyermekbetegség. Ez nem más, mint a hatásvadászat. Helyenként indokolatlanul túl van magyarázva, mindenki sír, és tolakodóan azt sugallja, hogy ha te nem teszel így, akkor nincs szíved. Kiváló ellenpélda a már említett apa, vagy a hamarosan érkező volt egyszer egy nyár, ahol finom eszközökkel tudták kiváltani a katarzist, Eranovszki viszont nem képes felmérni az arányokat. Sok dologról szeretne szólni, úgy mint a bűbánat, őszinteség, az elszalasztott lehetőségek, személyes tragédiák, de nem minden eleme működik. Kár érte, mert karaktereiben, hangulatában és bizonyos rétegeiben erős élmény, de egy kicsit csendesebb, visszafogottabb, fókuszáltabb kivitelezéssel ez a bálna a világ végéig is képes lett volna elúszni. Eltántorítani nem akarok senkit, de számomra egy kicsit csalódás lett a film, viszont aki szereti az emberi drámákat, azt tegyen vele egy próbát, viszont számomra elsősorban Fraser és a többi színész alakítása miatt marad emlékezetes a film, nem pedig a tartalma és az érzelmi töltete miatt. Úgyhogy én adok rá 65%-ot. Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel. a gondolod, Facebookon vagy Twitteren, a linkeket megtalálod a leírásban, aztán legközelebb találkozunk. Csac!